ember korát nem az évek számával, hanem érzések számmal lehet igazából kifejezni. Ha ennek kicsit utána megyünk, hogy mi az értelme, akkor a légzéssel a szívritmusunkat, a pulzusunkat tudjuk szabályozni. Ugye, szaporán veszük a levegőt, akkor igazából az ember stresszbe kerül, fölmegy a pulzusa, sokkal hevesebben mert az, hogy lassan megnyugtatjuk a légzésünkkel, akkor a szívritmusunk is lelassul, és egy relax, nyugodt állapotba kerülünk. Az emberek nagy része krónikus túlégzéssel szembe hiperventillál, tehát az igényeinél sokkal több oxigént levegőt vesz be, és az azért probléma, hogy ha rövid időn keresztül áll ez fent, akkor a szervezet tudja kompenzálni, és tudod, hogy állandóan a szánkon lélegzünk, akkor egy olyan folyamatot indítunk el, hogy szervezet krónikus gyulladásba kerül, és stressz, mint ugye az agyunk érzékeny, hogy a stresszbe lennénk. Nagyon jó próba erre, hogyha az ember üljön le mindenki, ne állva csináljuk, és veszünk egy nagy lélegzeteket, általában nagy levegőt a szánkon szokták venni az emberek helytelenül. Veszünk pár nagy lélegzetet, érezzük, hogy kicsit elkezdünk zsibbadni, a fejünk zsibbad, az ujjaink végig elkezd zsibbadni. A sok oxigéntől oxigénhiányos állapotba kerülünk, tehát nem jut be az oxigén a sejtekbe, szövetekbe, hiába lélegzünk többet. Megnézzük a kisbabákat, ők még tudják, hogy hogy kell lélegezni. Ösztönösen lélegeznek rekeszizomból, és nagyrészt az orrukon keresztül pici levegőket vesznek, és a légzések után van egy pici szünet, ez lenne a természetes légzés, és hogy felnövünk idővel, ezt a képességünket is a számos mással együtt elveszítjük, elkezdünk a szánkon rendszertelenül lélegezni, nagy levegőket venni, és nem rekeszizomból. A rekeszizomnak egy másik funkció is van a légzésen kívül a főlégzőizmunk, ez megtámasztja, stabilizálja a gerincet. Ha helytelen a légzés, akkor helytelen lesz a testtartásunk is, és nem leszünk stabilak. Horkolás. Azon kívül, hogy a párunkat zavarja, mi se tudunk ettől, hogy nem is vagyunk ébren nyugodtan aludni. Mi a alvási fázisban nem tudunk ezzel eljutni, hogy a szánkon lélegzünk, és az agyunk ekkor is elkezd felpörög, az hiszi, hogy stresszben vagyunk. És reggel pedig, amikor fölkelünk, akkor nem értjük, hogy miért vagyunk végtelenül fáradtak, egész nap lehangoltak, hát azért nem tudtunk aludni, és nem tudtunk a mélalvási fázisig eljutni az alvásunk során, tehát az alvás nem volt pihentető. Gyerekek nagyon sokszor megfigyelhető, hogy tanulási nehézségeik vannak, és napközben, amiket tanulunk az iskolába, az éjszaka rögződik be az agyunkba, akkor a végleges tárolóba akkor kerül, és hogyha nem jól lélegzünk, akkor éjszaka ez a mélalvási fázis elmarad, és ezek a memória konszolidációs berögzítési folyamatok is elmaradnak.